Az idei Superbike VB Brnói futamán összesen 5 magyar indulónk van. Ugye a Tintot Hungary megy a Supersportban minden versenyen, Györfi Alen a Superstock 1000-ben, itt pedig elindul Kispataki Viktor a Superbike-ban, illetve Kuruc Ferenc a Supersport 600-ban vadkártyával. Látogassuk meg először Ferit! Még nem vagyok teljesen elégedett. A stock motorral elért időmet még nem tudtam megcsinálni a Supersport motorral. Talán köszönhető ez annak, hogy idén többet estem az átlagosnál, illetve még nem találjuk ennek a motornak az ATT beállításait, mert más a váltó, meg technikai problémák is voltak. Remélem, hogy ma délután a második kvalifikáción azért sikerül még legalább 2 másodpercet javítani a tegnapi időmhöz képest, és akkor ember lesz minden én. Ez egy R6-os Yamaha, nem stock, ugye itt a blogban elég sok minden ki van már cserélve, hogy ne legyek akkora technikai hátrányba a többi csapathoz képest. Egy ilyen középmezőnyös motort sikerült építenünk, 133 lóerős most ez a motor keréken, az elektronikai hátrányunk az egy jelentős, mert nincs kipörgésgátlónk, nincs egy kerekezésgátlónk, rajta elektronikánk. Tehát egy teljesen gyári Yamaha elektronikával van szerelve a motor. Úgy gondolom, hogy ez egy pici hátrány, kigyorsításokon nem tudom újra rárakni a gázt. Nézem is, a többiek azért elég bátran csinálják ezt, húzzák a csíkot, de a motor meg sem moccan, ugye az elektronika folyamatosan dolgozik nekik, de nem is az a cél, hogy itt az elejéhez mérjük magunkat, hanem az, hogy végigcsináljuk tisztességgel ezt a versenyt. Egyáltalán hogy jött neked ez az ötlet, hogy elinduljál itt a Supersport 600-ban a világbajnokságon? Ez elég perverz dolog, szerintem is. Kigondoltam, hogy a Stock 600-ban megpróbálok elindulni. Ugye ez csak Európa bajnokság, de ugye a Superbike versenysorozaton belül megy. De viszont kiderült, hogy ott elég alacsony a korhatár az én koromhoz képest. Néhány évvel kicsúsztam belőle, és akkor mondták, az egyetlen lehetőség, amiben én elindulhatok a minősítés után, az a Supersport kategória. Ugye itt ez okozott egy kis fejtörés, mert ugye technikai felkészülés teljesen mást igényel szupersportmotor megcsinálni. 3 hónapja készülgetünk, lelkiekben, technikailag, anyagilag, mindenhogy. Itt vagyunk, végigcsináljuk, és akkor meglátjuk, mi lesz a vége. Mi újság a Supersport hadseregben? Sokkal jobb a gépünk, mint tavaly, tehát ég és föld a különbség, úgyhogy meg is látszik az eredményem, mert tényleg folyamatosan jönnek a pontok. Itt Brunóban is 5 másodperccel gyorsabb tudtam lenni, mint tavaly, úgyhogy azt gondolom, hogy elég jól haladunk. Kell folyamatosan fejleszteni, ahogy a többi csapat is fejleszt, és hát jövőre akkor még nagyobbat kell befejleszteni, több teszteléssel, és hát úgy lehet előrelépni igazából. Mi a különbség az idei motorban a tavalyhoz képest? Hát teljesen más, igazából az elektronika az maradt ugyanaz, csak egy másik olasz szakember van, aki nagyon-nagyon profi, és végre be tudja állítani rendesen. Motorikusan meg Dániában csinálják a blokkot, nem pedig Olaszországban. Mikor ide jöttünk, akkor éppen 136,7 óra volt, tehát ez volt a legerősebb, úgyhogy úgy is készültünk, hogy Brunóban most nagyon befejlesztünk, úgyhogy sikerült is. De látszik is az eredményem, mert ez a nagy pályán tényleg 2,3-2,4-re vagyunk az elsőtől, ami úgy gondolom, hogy nem olyan rossz teljesítmény, ugye a 21. helyről fogok indulni. Megpróbáljuk megoldani mindenféleképpen, hogy holnap pontokat tudjak szerezni, mert az az elsődleges cél. Jani, egy egész új helyzetbe kerültél, a Supersport VB-n indulhatsz a Tinto csapattal. Hogy jött ez a történet neked? Ez a történet engem nagyon váratlanul ért, igazából a pontos indokot nem is tudom. A lényeg, hogy engem még 2 héttel ezelőtt megkerestek, hogy akkor tudok-e jönni, hogy van-e kedvem. Hát én persze mondtam, hogy igen, és ezzel egy álmom teljesül félig meddig. Az első menetek ott még nagyon szoktam a motort és pályát is, hát a pályán is 2 éve jártam utoljára, és akkor egyszer, most ez a második. De most már kezd összeállni a kép így a hétvége felé, tehát a versenyre. Az időm is folyamatosan javult, ennek nagyon örülök, hogy nem álltam meg egy ponton, hanem egyfolytában javítgattam, és most igazából a 26. helyről várom a rajtot, ami szerintem így egy végzős mezőnyben nem olyan rossz. Hogy érzed magad, Viktor, a VB mezőnyében? Milyen igazi sztárok között menni?
Nem egyszerű, elég nagy volt a nyomás így az első edzés előtt. Mondjuk úgy teli volt a gatya, fölmentem a pályára, egyből próbáltam húzni a gáz, hogy a legalább eddigi legjobbamat, amit itt mentem, azt egyből teljesítsem, hogy ne legyek olyan nagy hátrányban. Sikerült is az első edzés végére, már jobbat mentem 2 tizeddel, mint eddig itt legjobb időm volt, 0-4-6-ot mentem. Aztán utána próbáltam menni a sztárok után, és mi meglepő az volt, hogy nem is gyorsabbak annyira, mint gondoltam, hogy a kanyarban meg féktávon nem is mennek úgy el, nem is vagyok olyan hátrányba, és nem is sokkal ügyesebbek. Inkább azt láttam, hogy amikor felállítjuk a motort, akkor kilépnek a képből. Úgyhogy tempót tudok velük menni, csak még egy kicsit lóerőhiányban vagyunk. Nagyon jó időt mentem szerintem, magyar viszonylatban és saját magamhoz is. 0-2-7-et mentem az időmérőn, ami szerintem nagyon jó. Sajnos az első szabad körömbe, tiszta körbe, egyből eldobtam a motort a kör felénél, úgyhogy nem sikerült egy jó időt se futni, de viszont az addigi szektorom az eddigi legjobb idő lett, úgyhogy valószínű javítottam volna az időn, de hát így sikerült. Most megy a szerelés. A cél az, hogy megpróbálom elkapni az előttem lévő Kawasaki Schwermüllent, vagy a HRC Honda, a kites Kasztról Hondával a Löwst. Mert ők nincsenek annyira távol, ha jól választom a gumit a versenyen és jól tudok kapaszkodni, akkor szerintem el tudok menni velük, bár egy 15 lóerő hátrányban vagyok, én úgy érzem szemre. A mezőny az 220 és 230 körül bír, úgyhogy a mezőny fele, aki előttem van, az még annyival erősebb, mint amennyit mi beletettünk a motorba, úgyhogy még annyit bele kéne tenni, amit eddig. Ami viszont nem egyszerű dolog, mert még egy pár millió, és még sokkal szervizigényesebb a motor, így hétvégente lehet 2 blokkot kéne szerelni ahhoz, hogy végig lehessen menni egy Superbike hétvégét. De nagyon örülünk, hogy kijöttünk, mert látjuk azt, hogy nem vagyunk olyan űrtávol az elejétől. Igazság szerint 4 másodpercen belül vagyok közel a 3-hoz, az elsőhöz, aki vezeti a világbajnokságot. Az azt gondolom, hogy egy saját csapattal, ami nincs olyan kipörgésgátló, olyan HRC-k itt, nem olyan erős a motor, és a futóművünk se a 1,5 milliós Öhlins. Én azt gondolom, hogy ez nem olyan sok hátrány, és lenne keresni valónk itt, hogyha nagyobb háttér lenne mögöttünk. Egyébként neked van kipörgés gátlód egyáltalán? Van, igen, szereltünk föl a HRC-jét, de mivel nem bírunk olyan tapasztalattal se beállításba se, meg ez egy butább verzió, mint amit itt a csapatok használnak, ezért nem ér annyit, mint nekik. Úgyhogy hát még én rárakom a gázt és megyek keresztbe kifele a kanyarból, nekik csak a kipörgésgátló elintézi a dolgot, kigyorsítanak és csak durog a motor és kilépnek a képből aztán az egyenesbe, úgyhogy még le vagyunk maradva a beállításban is. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love. Végül is Feri nem a kockás zászlót látta meg, hanem a piros zászlót, ugyanis a versenyt 5 körrel a vége előtt lefújták. Mi történt, Feri? Mi volt? Sziasztok! Hát a versenyt így összegezve az eleje jó sikerült. Viszonylag sok pozíciót tudtam a rajtnál előreugrani. Ezt olyan 3-4 körön keresztül tudtam is tartani a többiekkel. Aztán, bevallom férfiasan, elfáradtam. Utána próbáltam még tartani magam, de a 10. kör környékén meg a gumim teljesen a hátsó, a jobb oldala az annyira megadta magát, hogy kigyorsítani abszolút nem tudtam. Az egyes kanyarba nem mehetem rendesen bemenni. Utána a sok esést látva is úgy gondoltam, hogy inkább biztonságiba végigjövök. A rajtnál sokkal keményebb lökdösődésre számoltam. Meglepett, hogy ott a középmezőnyben, akik azért őrültek szoktak lenni, milyen könnyen lehetett pozíciót nyerni, úgyhogy tapasztalat, ha még egyszer megcsinálom, a rajtot sokkal durvábban. Jani, mi történt fel a verseny legelején? Azt láttuk, hogy egyszer csak elmegy a mezőny, és utána külön mész egyedül. Így van. Hát igazából a rajt utána a 3. kanyarba.
ott én kívül voltam a bolynak a külsején, azt terveztem, hogy majd a balosba kívülről körbemotorozok egy párat, és a jobbosba majd ott belülről beesek jó pár embernek. Nem jött össze, mert balos féktávján ott egyik srác elmérte féktávot, kiütötte a mellette lévőt, és igazából én már csak a szemem sarkából azt láttam, hogy két motor bukfencezik felém, és eltalálta az egyik a motoromnak a farokidomját, hát fölállította a motort, és ő is kivezettek a sódarágyba, ott meg bukfenceztem én is egyet, aztán mire összeszedtem magam, elment a vezőim, de piszkosul, de utána fölálltam, hál' Istennek, motoron is minden egyben maradt, fogjuk rá, kisebb karcolások, én nekem se fájt semmi, és onnantól kezdve egy edzésnek tudtam be. Hát nagyon sajnáltam fejből, mert nem így terveztem az első VB futamomat, de amikor a célvegyenesben egyszer csak megláttam az előttem lévőt, akkor megint vérszemet kaptam, hogy ez még meg lehet, és meg is lett. Én még gratulálunk, 13. helyezéssel szereztél összesen 3 pontot. Így van, igen, köszönöm szépen. Hát nagyon jó kis verseny volt, nagyon jó volt a startom. Amit számoltunk, az most végre úgy sikerült. Nagyon jól helyezkedtem, jó volt a start pillanata is, úgyhogy 14. voltam az első kanyarba. Azt is számoltuk, hogy jó lenne 15-16 fele lenni az első körbe. Ez be is jött, utána csak tartottam és megpróbáltam tartani a lépést az előttem haladókkal, és valamennyire sikerült is, egy nagyon picit gyorsabb volt a motorjuk, de azt gondolom, hogy ehhez képest, hogy meleg volt, mindig sokkal rosszabban szoktunk teljesíteni, de most végre sikerült, úgyhogy nagyon örülök neki, kis szerencsénk is volt végre, ugye, mert 15. voltam az utolsó előtti körbe, és akkor elestek még ketten, azokat diszkvalifikáltak, és akkor így lettem 13, de nagyon örülök neki. Egyre jobban fejlődsz itt a Superbike világbajnokság szupersport kategóriájában, ami egy kicsit hasonló, mint mondjuk a MotoGP-nél a 250-es, ahol mentél korábban. De mégis azt mondják, a Superbike az egy sokkal otthonosabb környezet. Te hogy érzed, milyen ez a MotoGP világához képest? Így van, sokkal otthonosabb, és sokkal nem a pénzről szól, a MotoGP az már csak a pénzről szól. Tehát, hogy kinek mennyi pénze van, az megy elő. Úgyhogy ezért is kerültünk egyébként onnan ki, ott már nagyon-nagyon nehéz volt érvényesülni, és csak nagyon sok pénzzel lehet, az meg a mai világban elég nehéz összegyűjteni. Úgyhogy most a mi pénzünkből, a mi szponzorainkból erre telik, folyamatosan fejlesztünk ide erre a 600-ra, ugye ezt másfél éve csináljuk, ezt a 4 ütemű kategóriát. Azt gondolom, hogy ahhoz képest egész jó, mert az idén ugye más tuningmesterrel dolgozunk, meg a végén is segítségével. A Tompa Tomi meg a futaművel csinálja, úgyhogy azt hiszem, hogy teljesen összeállt a csapat, és csak tényleg fejlődünk folyamatosan, keményen folyik a meló, úgyhogy végre összeállt, azt gondolom, egy igazi magyar csapat. Hajrá, mi drukkolunk neked, és remélem, hogy ismét tudunk beszélgetni hamarosan valami szép eredményről. Köszönöm, és a magyar szurkolóknak is, láttam a drónba is őket, meg más egyenesekbe is, úgyhogy köszönöm szépen a szurkolást. Állam, mi történt veled? Követtük a Superstock eseményeit, és egyszer csak azt láttuk, hogy elrepül valaki, és a te neved volt kiírva. Mi történt pontosan? Hát igen, én is szomorú voltam, és akkor még nem sokkal fájt mindenem. De igazából rajtam az jó sikerült versenyen, és több pozíciót is tudtam javítani. De sajnos a második körtől a motorom kidobált a sebességekből, és így sajnos visszaestem jó pár pozíciót, így 21. voltam, amikor elestem. De végül is ez is az esélyesnek az volt az ok, hogy kidobott a motor sebességből, és így teljesen becsaklott a motor. De sajnos ez van, ez a motorsport. Melyik kanyarban estél el? Az első kanyarban, ott is mondjuk ilyen 270 volt azt hiszem a végsebesség, és ott kettőt visszaváltottam, bementem a kanyarba, és kidobott a sebességből, és ugye beesett az egész motor. Tehát olyan 200-180-nál estem, tehát volt tempó. Nem lett komoly bajod egyáltalán ezek szerint? Hát azért, mert még kezem külső csont fáj egy kicsit, meg a szívem, a lelkem. A más hálazének komolyabb bajom nem lett. Motor? Annak se. Ahhoz képest, hogy mekkorát estem, milyen tempóval, ahhoz képest is jól megúszta.
Viktor, a második versenyben sikerült szerezned egy pontot. Milyen volt itt a VB élmezőnyében motorozni? Hát elképesztő dolog volt már a rajtrácson, az első futamban szétizgultam magam, de aztán a vezető kör alatt megnyugodtam, a rajtra próbáltam odafigyelni, de nem sikerült sajnos, mert olyan a Hondának ukrunk, hogy vagy összejön, vagy nem. Vagy befog, vagy el lehet csúsztatni. Hát most pont nem sikerült, úgyhogy utolsónak rajdoltam, próbáltam a mezőnyel kapaszkodni, de aztán volt egy esés, úgyhogy lemaradtam, én nem is tudtam menni a mezőnyel az első futamon. A másodikon jobban sikerült, szerintem egy 2-3 körig eléggé fogtam őket. Próbáltam menni a kaszról Honda után, de annyit lenyúlt mindig az egyenesbe, hogy nem sikerült. Féktávon megpróbáltam visszahozni, kétszer el is sokaltam, úgyhogy már hagytam is. Mentem azt a tempót, amit tudtam, de nagyot beleváltoztattunk, meghosszítottuk a motort, hogy hát ha jobb lesz a tapadás, és jobb lesz, elég drasztikusan. Nem lett jobb, meleg volt, ugyanúgy csúszott, sőt még szerintem jobban elkezdett fogyni, úgyhogy a verseny táv felén elkezdtem visszavenni. Behoztam és pontot szereztünk, ami elképesztő dolog szerintem. Nagyon nagy szerencsénk volt, de egy nagyszerű dolog. Első magyar VB pont Superbike végén. Wait until we get the keys to the mansion on the hill.